Hivatalosan is állományba került az új Baranya megyei rendőrfőkapitány. Korábban Gulyás Zsolt töltötte be ezt a pozíciót, aki Szegedről érkezett Pécsre. 3 évig teljesített szolgálatot a Baranyai megye székhelyen, mostantól azonban a Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitányság vezetőjeként dolgozik tovább. Utódja Somogy megyéből érkezett. Magyarország belügyminiszter dr. Pintér Sárpán úr 2022. december 1-i hatállyal kinevezte a Baranya megye rendőrfőkapitányság vezetőjének dr. Szijjártó István rendőrezredes urat a Somogy megyei rendőrfőkapitányság külügyi rendőrfőkapitány helyettesét. Szijjártó István ezután átvehette a csapatzászlót, amelynek meglengetésével jelképesen is belépett a baranyai rendőrök kötelékébe. A bejelentés egyébként egy állománygyűlés keretében zajlott, azonban a programnak csak ez a része volt sajtónyilvános. Az országos előjáró parancsának értelmében az új Baranya megyei rendőrfőkapitány jelenleg nem adhatott interjút, ő majd egy későbbi időpontban mutatkozik be. Jelenleg zajlik az eligazítás, ahol a baranyai rendőrök megkapják új feladatbeosztásukat. Töreki Sándor bűnügyi országos rendőrfőkapitány helyettestől vehette át kinevezési dokumentumát a baranyai rendőrfőkapitány. Szijjártó István még októberben lett megyei megbízott vezető. Nemrég úgy nyilatkozott, irányítása alatt arra fognak törekedni, hogy minden ismerté vált bűncselekményt felderítsenek, az áldozatokkal foglalkozást kiemelten kezeljék, és igyekezzenek mindenkinek segíteni és a sértettek vagyoni kárán is enyhíteni. Emellett hangsúlyozta, hogy kőkeményen lépnek fel a kábítószerkereskedelemmel, a szervezett, a családi bűnözői körökkel, a prostitúcióval, az uzsorásokkal és az emberkereskedelemmel szemben egyaránt. Hazámat szóval